nyugatiban vagyunk. Thank you.
Ez gyors van ott. Nosztalgiám az annyitán Esztergomban van. Thank you.
Igen, ez kukucskálj vissza. Szia! Régebben ilyen beutaztam. De ha... Igen, hallom, Pityi. Ja, tényleg csapat. Gyere ide, talattál, fölvettük a belső teret. Nem jönnének be vissza, hanem az átjárónál Dudán. Gyerekkoromban ilyen kocsikba utaztunk. Igen, igen. Esztergomban vagyunk. Az lehet. Az itt egy sziget Esztergomnál. Kívánja, ha minden mit lesz. Tónak forma. Te is, ha megtámadnak. De mi lesz, már támadjatok már. Esztergomi lovas bemutató huszárokba. Na hát ez a híres híd Esztergomnál már épül. Aki szintén az egyik számú huszárezred katonája volt. Itt a pontosan a tápió bicskék történt a baj. A tápió bicskék csatában tehát, ahol az egyik számú magyar huszárezred háromszoros győztes párbaj után, miután Sebő Alajos megnyerte a párbajt, azonnal rohamot vezényelt, és a huszárok szétverték a háromszoros túlerőben lévő osztrák hadsereget. Így történt, tehát az a párbajt megörökítette.
Kálvárja, koronázódom, talán ott koronázták István királyt lehet. Esztergom város falai. Arra pedig a bazilika van. Nagyobbat. Gumító. Hát lehet végül is. Mikor? És a várva vár. Itt is van egy mennyasszony. Csak fölveszük a gumikeresztet először. Nekem megy. Zebegény meg arra van valamelyre.
Na itt látható a Csaba az esztergomi bazilika tetején. Ez nagyon közel. Lemernézik. Borhákat is lehetünk szépen. Egész jól látszik ez a török zene. Kár, hogy nem pistált ezt a helyet. Belérni? Ez ilyen párás. Az én kis fogadom. Ci siamo messi là su quella panchina? Vasutat más, nem láttad még a cenni? Az ember már eléggé bele szabba, hogy arra felé kell kanyarozni, most már jöhet jobb. Na, ez a Csiga Mika lépcső. Látod, pedig a Csiga is mindig egyet. Thank you.